Egy a biológia tudomány számára is rejtélyes, ismeretlen eredetű betegség veszélyezteti a hazai dámszarvas állományt, amely a trófeákon is már markánsan megjelenik. A kocsolai dám vadásztársaság szokásos évvégi kiállításán is tetten érhetőek voltak, meglehetősen markánsan, a vadásztársadalmat már ledöbbentő jelek. 20 darab trófeát ejtettünk el, ebből 14 darab beteg, agancsú trófea. Tehát tulajdonképpen ez a legnagyobb kihívásunk, én azt tudom, a következő 5 vagy 10 évben, hogy ezt a betegséget, vagy ezt a fajta trófea felrakást megpróbáljuk kezelni, megpróbáljunk egy olyan állományt kialakítani, illetve úgy etetni, vagy úgy gazdálkodni vele, hogy ez lecsökkenjen és minél kevesebb legyen. Tolna megye a méltán csodált egyedi dámlapátosok meghatározó élőhelye Magyarországon, jellemzően Tamás és Gyulai térségében. Itt már az SOS jelzések alapján szinte minden szereplő bevonásával kutatásnak is nevezhető tényfeltárás zajlik a térségi fővadász bevonásával. Az első feltételezés szerint a juhok jelenléte az úgynevezett büdös sántaság betegség okozhatja a problémát, nos mindez időközben tudományosan megdőlt. Végül is kiderült, hogy ez nem fedi a valóságot. A kutatások folynak, de csak részeredmények vannak, ami hát még nem teljesen publikus arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezt megállítani. Az biztos, egyáltalán nem lokális Tolna megyei problémáról van szó, országos kiterjedtségű az aggancsokon megjelenő betegség. Egyre több helyen az ország valamennyi területén jön elő, úgy Somogyba is megtalálható már, Gyulajba is megtalálható már, úgyhogy terjed, de nem tudjuk még, hogy mi okozza. A Tolna megyei érintett térségekben, mint azt a kocsolai vadászmestertől megtudtuk, nem ülnek a babérokon. Saját tapasztalatai, tényeik, megfigyeléseik, mi több vizsgálataik alapján a vadgazdálkodás valamennyi szereplőinek bevonásával rendszeresen elemzik a helyzetet. A populációnak a kémiai vizsgálatai, az agancsnak, az agancstőnek, a beépülések, a csontok, tehát nagyon komoly vizsgát folyik, aminek részeredményei tudjuk, és erre próbálunk egyébként, erre részeredményekre próbálunk megfelelő válaszokat adni. Ez sem megy egyébként a gazdálkodók nélkül, mert ez táplálkozásbiológiát is jelent egyébként összességében, meg állategészségügyet is. Tekintettel arra, hogy 2021-ben Magyarország újra vadászati világkiállítást rendez, remélhetőleg a dámvadak rejtélyes betegségének kiváltó okaival, a megelőző terápiával kapcsolatosan addigra már okosabb lesz a témában minden érintett és érdekelt.